Ilyen egy előre fizetős gázóra, ennél a típusnál ezen a kártyánban az az összeg, aminek megfelelő mennyiségű gázt használhat fel a fogyasztó. A szolgáltató ezzel a rendszerrel segítik azokat a fogyasztókat, akik követni szeretnék energiafelhasználásukat és nem szeretnének adósságot felhalmozni. Hangzott el ma Nyíregyházán a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal sajtótájékoztatóján, ahol a legújabb kiadványaikat mutatta be a szervezet. Ezek közül az egyik a különleges bánásmódban részes fogyasztók részére összeállított tájékoztató füzet. Sokan kerülnek anyagi nehézségbe, fizetési nehézségbe, javasoljuk, minél előbb forduljanak a szolgáltatójukhoz, amelyek, hogyha bizonyítjuk, hogy valóban szociálisan rászorultak vagyunk, akkor van arra lehetőség, hogy részletben fizessük a tartozásunkat, fizetési haladékot kapjunk, illetve egy előre fizetős mérőórát szereljenek fel a szolgáltató költségére, ami jobban tervezhetővé teszi a fogyasztásunkat, illetve megelőzi azt, hogy nagy összegű tartozásunk rakódjon össze. Az előrefizetős gáz és villanyórákat már 2009-től használhatják egyes háztartások. A szolgáltatók kintlévőségeiket is csökkenthetik ezzel a módszerrel. Ha elfogyna a kártyán lévő keret, azok utólag is feltölthetők. A másik kiadványban a felhasználóváltás bejelentésének szabályos és hivatalos menetét írják le. Lakás eladásnál, bérbeadásnál az eladó és a vevő együtt kell, hogy jegyzőkönyvet készítsen, és a szolgáltatónál a régi szerződést megszüntessék, újat készítsenek. Így elkerülhetők a mérő óraállás csalások és a szabálytalan vételezés. A fogyasztóvédelmi füzetekkel a hivatal a háztartások energiaszolgáltatókkal szembeni tudatosságát szeretné növelni. A tartalom összeállításában a járási hivatalok is segítséget nyújtottak. A tájékoztató anyagot a kormány ablakokon keresztül fogják terjeszteni, és a szolgáltatók ügyfélszolgálatainál is elérhetők lesznek.